Shakespeare Julius Caesar című örökbecsű drámájában azt a dilemmát boncolgatja, ami mindenkorban aktuális. Meddig mehet el az ember a hatalomért? Egy demokratikus rendszert hogyan lehet szinte észrevétlenül diktatúrába fordítani úgy, hogy az végső soron valójában a nép akaratából váljon azzá? A Julius Caesarban összecsap két eszme, Caesar és Brutus, és bár alapvetésnek tűnik, hogy mi a jó és mi a rossz, de a kor, amelyben egy dicső győzelemmel kivívott hatalom áll szemben az erénnyel, szétzilálja az addig szilárdnak hitt alapokat. Szándékokat nagyon világosan kell látni, mert különben nincsen igazából akció benne, csak a végén a háború. A többi az tulajdonképpen az, hogy a hatalom és az ember, meg az egyed hogyan dönt olyan krízisekben, helyzetekben, ahol úgy érzi, hogy veszélyben van a szabadság, veszélyben van az ember olyan magatartás, amiért érdemes élni. És ennek a filozófiájáról szól, és úgy kell ezt megcsinálni, azt gondolom, vagy reménykedünk, hogy ez olyan lesz, hogy érdekfeszítő, és végig tudja követni az ember, hogy miről is szól ez a történet. Egy népszerű figura, egy győztes hadvezér, Julius Caesar elindul az úton, hogy császárrá, a hatalom legfőbb képviselőjévé váljon. Egy maroknyi csoport március idusán tördöf a hatalom szívébe, mert nem akar zsarnokságot. A világ picikét, legalábbis ezen a téren úgy fogalmazhatnék, nem csak egy picikét, semmit nem változott. Tehát az embernek az a képessége, hogy a szabadságot próbálja megfogalmazni magának, az a képessége öntudatlanul is nem veszhet el, viszont mivel öntudatlan, ezért gyakorlatilag képes úgy felcsatlakozni ideológiákhoz, amik már elvakítják, és nem tudja, hogy az már rég nem demokrácia, amiben él. Brutus vívódik, míg végül az őtőre is véres lesz. Hazáját megmenti, mégis gyilkossá válik, s felvetődik a kérdés, a két fél, a moralizmus iránti törekvés és a hatalomféltés iránti valós aggály között ingadozó ember számára mi a valóság? Az biztos, hogy Brutus egy egyenes ember. A legtisztább. Tehát őneki nincsenek. Tehát a szabadság, és nincs más. Tehát nincs korrupció, nincs az, hogy akkor most az én barátom Cassius, most csak héten kiragadok egy példát, amikor ott van a vitánk a második felvonásban, mert nem küldött pénzt, ami nem olyan nagy dolog, de kiderül, hogy azért Cassius egy kicsit ott lavírozgat otthon ezekkel a dolgokkal, a pénzekkel, hogy így úgy, és nem lehet megmagyarázni. A darab mai üzenete, hogy mielőbb el kell jutnia az emberiségnek oda, hogy tanuljon a történelemből, az életéből, hogy ne ismétlődjék meg újra és újra ugyanaz, mert nincs olyan eszme, nincs olyan igazság, ami a gyilkolás árán juthat hatalomra, hiszen nem lehet kétséges, abban a pillanatban beszennyezi azt a tisztaságot, ami erőszak, gyilkosság árán születik meg.